Kint a havat kavarta a szél a március 15-én sosem látott cudar időben, mikor a polgármesteri hivatal dísztermében kezdetét vette a városi megemlékezés. Kedves vendégeink! Tisztelettel köszöntöm Önöket az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójának alkalmából rendezett városi ünnepségen. A rendezvény kezdetén kérem, énekeljük el közösen a himnuszt. Ünnepi műsorunkat egy ismeretlen szerző március 15-e című verse nyitja. Előadja Kalapos István. Gyulladjon ki ma az arcotok, dobogjon fel a szívetek, még a nap is lángolóbban ragyogjon a föld felett. Fel, fel azt a magyar zászlót, vegyétek le a kalapot, egy ezredéves történelmünk nem mutat föl többé íj napot. Nem volt soha táne földön, stán nem is lesz olyan nemzet, ki magának szabadságot egy rövid nap alatt szerzett. Úgy kipattant a szíveknek akkor az az örök lángja, mint rügyéből a vadrózsa piros pünköst hajnalára. Kard se csattant, vér se hullott, s mire csendült esti mára, szabaddá lett Magyarország valamennyi honpolgára. Ágyuk helyett Petőfinek visszhangzott ekép szava, ima gyanánt mondták aznap, talpra magyar, híva haza! Ó, tündöklő március nap, csodatettek csodanapja, tőled ragyog dicsőségünk, történelmünk legszebb napja. Rád esküszik a magyar szív, hűtlen hozzád nem lesz soha. Légy diadal a múltjának, jövőjének légy záloga. Most pedig felkérem Papp Gábor urat, Hévízváros polgármesterét, mondja el ünnepi beszédét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt honfitársaim! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket, Hévízváros, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére szervezett ünnepségén. Köszönöm, hogy ennyien elfogadták meghívásunkat, és úgy döntöttek, hogy nemzeti ünnepünkön együtt emlékeznek velünk. Az elmúlt hetek Kárpát-medencei történése tükrében, amikor a 48-as forradalom és az azt követő szabadságharc eseményeit idézzük fel, nem tudunk
és természetesen nem is akarunk elmenni szó nélkül a székelység helytállása, hősies viselkedése mellett. A székelység olyan hihetetlen bátorságról és kitartásról, küzdeni tudásról tett bizonyságot a szabadságharc idején, mely előtt még Bem József, vagy ahogy éppen Székely katonái nevezték el, Bemapó is fejet hajtott. Attól a pillanattól kezdve, hogy a 12 pont utolsó, egyben talán legsúlyosabb pontja kimondta az uniót, mely az Erdéllyel való kapcsolódás igényét fejezte ki, a székelység azonnal megmozdult. 1848. október 16-án a Hargitai Agyagfalván megtartott székely nagygyűlésen mintegy 60 ezer egybegyűlt mondta ki, hogy kiállnak a magyar kormány és az Erdélyt Magyarország egyesítő törvény mellett. A horvát, szerb és osztrák támadások megindítása nyomán ez a nemzetgyűlés azt is kimondta, hogy az egész székelység nemzeti honvédségé alakul, s az öt szék, 19 és 40 éves fiaiból 12 ezer főnyi sereget alakít. Az 1848-49-es szabadságharcban a székelyek szervezkedtek Erdélyben legelőször a honvédelmére, ők verték ki a császári hadakat és az oroszokat Erdély területéről. Ők voltak Bem fényes győzelmeinek hírneves katonái. Vitéséjüket Petőfi számos versben örökítette meg. Nem mondom én, előre székelyek, előre mentek úgy a hősfiúk, ottan kíván harcolni mindegyik, hol a csata legrégemesebben zúg. Csak nem fajult el még a székely vér, minden kis cseppje drága gyöngyötér, és mennek a halál elébe ők, amint más ember a mennyegző remén. Virágokat tűznek a kalapjaik mellé, s dalolnak a harc mezején, csak nem fajult el még a székely vér, minden kis cseppje drága gyöngyöt ér, írta róluk a szabadságharc költője. De ki ne hallott volna közülünk a híres székely ágyűöntőről, Gábor Áronról, vagy az egyik legvitézebb székely honvédtábornokról, Csiki Gál Sándorról. A vitézől küzdő székelyek a szabadságharc levelése után is hosszú ideig szervezkedtek, segítették Kossuth emigrációját a függetlenségi törekvések megvalósításában. Ha tovább pörgetjük a történelem kerekét, azt is tudjuk, látjuk, hogy a világháborúk során is megmutatták honszeretetüket, hazafiságukat. Legendák szólnak a világháborúban harcoló székelyek rettenthetetlen bátorságáról és önfeláldozó vitézségéről. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nem titok, hogy miért éppen a székely név vitézségét, hazaszeretetét emelnem ki e napon. A székelység a magyar nemzet egyik legkiválóbb része, ha úgy tetszik, törzse. Ma is szabadságharcot vív, függetlenségéért, autonómiáért. Azaz, önrendelkezési jogáért küzd. Ebben a szabadságharcban most nekünk, magyaroknak kell segítenünk székely testvéreinket. Nem szabad hagynunk, hogy a székely nemzeti öntudatnak még az írmagját is kiírtsák ebből a népből. Az én korosztályom és az idősebbek emlékezetében nagyon is élénken élnek a romániai Ceausescu rendszer magyarságát, és különösen a székelyeket sújtó, sőt ellehetetlenül kívánó politikája, asszimilációs törekvéseik. Ki ne emlékezne a nyelvhasználatot tiltó rendeletekre, az iskola és falu rombolásokra, és ki ne látná, hogy a törekvések új életre kelnek napjainkban. Akkor, amikor a déltiroliak, a baszkok, a finnországi svédek és az őket magukba záró országok vezetése számára nem kérdés, hogy ezek a népek megtarthatják-e különállásukat. Románia számára már az is vérlázító, hogy a székely zászló ott lobog Székelyföld falvai, városi hivatalainak homlokzatán. Ma már más eszközökkel azonban harcot vívnunk. Kormányunk békés eszközt, a tárgyalást alkalmazza a román kormánnyal szemben. Egy kormány nem tüntethet, nem indíthat szolidaritási mozgalmat ugyanis. Németh Zsolt, a külügyminisztérium politikai államtitkára kijelentette azonban, hogy a magyar kormány támogatja az autonómiáért tüntetés szabadságát. Ezzel a szabadsággal éltünk, és élünk is. Láthatták önök is,
hogy a városházának homlokzatán ott a büszke székely lobogó, szolidaritásunk jelképe. Sok hévízi környékbeli részt vett a közelmúltban Keszthelyen rendezett szimpátia tüntetésen. Sorra helyezik ki az önkormányzatok elé a székely lobogókat hazánkban, és március 10-én a székely szabadság napján megmozdult Európa és az Egyesült Államok is. Tüntetések, székely lobogók Helsinkiben, Stockholmban, Bécsben, Zürichben, Brüsszelben, Münchenben, Londonban, Hágában. Tüntetések Clevelandben, Los Angelesben, New Yorkban, Washingtonban, Ottawában és Torontóban. Ez volt március 10-e mérlege. Ők tudják, és mi tudjuk, egy népnek joga van saját nyelvéhez, saját szokásaihoz, saját zászlajához, saját múltjához. A székely nép pedig Csaba királyfi népe, a magyarokkal együtt honfoglaló nép, mely mindig is különleges történelmi hivatást töltött be, megérdemli a szabadságot. Sőt, joga van hozzá. Vérrel, történelemmel szerzett joga, melyet a székely őrsereg vívott ki magának és utódainak, mindig fegyverben, harcosra készen állva. Ma, 2013. március 15-én rájuk emlékezünk, és adja Isten, hogy beteljesüljön a székely himnuszban foglalt óhajtás. Keserves múltunk, évezredes balsors, tatár, s török dúlt labanc rabigát, jussunk-e honban, magyar székelyföldön, szabad hazában, élni boldogan. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. Polgármester úr ünnepi gondolatai után fogadják szeretettel a Hévízi Játékszín társulat műsorát. A produkció vendégművészei Farkas Ignác, Jászai Mari díjas színművész és Farkis Béla hegedűművész. A műsort összeállította és rendezte Katona Kornél művészeti vezető, a zalaegerszegi Hevesi Sándor színház színésze. Mi nem állunk meg addig, míg halljuk a csatadat. Föl a zászlóba!
magasra, egész világ hadd láthassa. Előre, hadd lássák és hadd olvassák, rajta szent szó van, szabadság, előre! Kenyérre fel, fél vagy tejföl, egy ország hullik szét, míg a világ hátradől. Nincs színes spektrum, de van kis respekt, rum. Előre, zárkódolva a zászló, a béke halott, zárszó. Majd a fejfámon is láthassák, hogy mától nem falság, a szabadság. Előre! Aki magyar, aki vitéz, az ellenséggel szembenéz. Előre! Mindjárt vitéz, mihelyt magyar, ős az Isten, egyet akar. Előre! Úgy harcolunk minden nappal, ahogy egy bátor vitéz. Megvívja saját csatáját az, kit más magában kinéz. Büszkén a fronton az ellenséggel szembenéz, akár a boldoggá avatott, hisz ahhoz, hiszen Teréz. Most megtudod, mit bír a magyar. Egymásnak feszülnek eszmék ott, ahol túl nagy a zavar. Egy talpalatnyi föld, amelyben szabadságot akar a nép fia, mert az otthonáért büszke szívvel kapar. Előre! Véres a föld a lábam alatt. Lelőtték a pajtásomat. Előre! Én se leszek rosszabb nála, berohanok a halálba! Előre! Vérköpök a sírotokra, a föld szája tátva marad, felitatja. A szőlő borszul, és így újra nyál a maland. Előre. Halál, az élet lehet rosszabb nála. Nem láthatjuk, csak ha így rohanunk kettőt hátra, és egyet előre. Ha lehull a két kezünk is, ha mindnyájan itt veszünk is, előre! Hogyha el kell veszni, noza, mi vesszünk el, ne a haza, előre! Ratatata csatadal, föld alatti frontvonal, felkoncolom az ellenséget a koroszommal. Lehetetlennek tűnik, ha mindnyájan itt veszünk, ha lehull mind a két kezünk, az utolsó lehelletünkig előre. El kell veszni. Nosza, gyerünk, mi veszünk el, ne a hazánk, értetettük föl az életünk, mi nem féljük a halált. Elhull a lovam, ágyúgó jó robban, az égből kirohan minden, és ebben benne van minden. Elhull a lovam, ágyúgó jó robban, még a végén itt hagyom a fogam. De nincs fegyverletétes, ha vezérrel jön a döntő roham, előre! Talpra, magyar! Híj a haza! Itt az idő. Most vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, válaszolok. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig. Kárhozottak. Ősapáinkig szabadon éltek, haltak. Szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Sehonnai bitangember, ki most a kell? Halni nem mer, kinek drágább rongy élete, mint a haza becsület. Eddig a pontig ment lezavartalanul az ünnepi műsor, majd ahogy egy napja a városközpontban folyamatosan tapasztalhattuk, az időjárás viszontagságai között elment az áram. Se világítás, se hangosítás. Ilyen körülmények között a színpadi produkció is rövidebb lett a tervezetnél, s igazából még annak is örülhettünk, hogy nem a hó fogságában rekedtünk valahol az utakon, március idusán.